Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es terméket venni. Hello mindenkinek, sziasztok, srácként a kis invitvinket következő videóban! Csöcső! Nos! Szép a vasárnapot mindenkinek, jó vasárnap reggelt, aki később látja, annak jó sulit, vagy tök mindegy. Szóval, ja, ez utolsó nap a suliból, vagy nem suliból igazából, szóval ezért azt mondom, hogy legyen egy király napunk, legyünk boldogak, legyünk nem tudom, ilyen tele élménnyel, meg nem tudom, és ja, nem videóztam körülbelül egy, nem tudom, 4 napja szerintem, mert előre vettem fel videókat, szóval eléggé furcsa lesz, visszoktam, de megpróbáljuk visszatalálni a régi énünket. Na, srácok, bányázgatni jöttem kissel, és találtunk igazából egy egész király bányát, amiből én nem tudom, így úgy gondolom, hogy talán lehetnek egészen normális cuccok, abba az irányba is amúgy már én így elnéztem, nem nagyon ment úgy, semmel igazából a bánya, szóval úgy vagyok vele, hogy ezt a pár szenet kiszedem, amennyit csak tudok, mert azért ez még úgy, hogy hasznos lehet nekünk majd a továbbiakban, bár így, ennyi is volt, jól van, na! Akkor szerintem menjünk is tovább és keressünk meg valami, ez nem volt ideig itt, Oké, jó van, valahogy került ide vér. Nem tudom, hogy került ide vér, de amikor bejöttem, ez még nem volt itt, szóval... Oké, jó, nagyszerű. Hát mindegy. Akkor gyors, követjük ezeket a véreket, mert biztos, hogy valami szokásos, izgalmas dologhoz vezet el minket, királyság. Na, egész jó, hát srácok, amúgy azt még elmondom, hogyha tetszik a videó, akkor dobjatok egy lájkot, meg ilyenek, de ezt szerintem már mindenki tudja meg, hogyha valaki meg akarja menteni kist a videó elején, akkor dobjatok egy lájkot. Ha esetleg nem így ül össze hogyha nem nyom rá a nézőknek a nem tudom hány százaléka a lájkra, akkor lehet, hogy meghal kis. Nem is az, hogy meghal, hanem nem jut ki abból a lávatóból. Szóval, ja. Okosan csináljátok. Meg azt is el akarom mondani, hogy rám írt egy anyuka, hogy a 6 éves egyik nézőmnek csináljak én egy külön videót magamról, hogy én ott ülök így a videóba, vagyis ott ülök, vegyem magamat fel, és hogy mondjam el, hogy mennyire tök jó, hogy néz engem, meg ilyenek. Srácok, nagyon kedvesek vagytok, hogy ilyenekre akartok megkérni, most ezt nem rossz indulatból. Vagyis én nagyon szívesen megcsinálnám, de srácok, a videóban is nagyon mutattam még az arcomat, és nem rosszból, de nem hiszem, hogy most valaki egy nézőm rámér, vagyis egy nézőm anyukája, és az lesz az első, hogy én ott egyből neki megmutatom, egy külön videót is felveszek, meg minden, mert ezt másik 10-15 ezer ember is akarná, hogy én ezt ugyanúgy megcsináljam neki, és egyszerűen nem lenne idő, meg nem is jogos, hogyha úgymond csak neki ezt megcsinálom. Szóval, ja. Ilyenekre azért nem fogok valószínűleg válaszolni se. Ó, amúgy itt van valami. Vagy válaszolni se, vagy hogyha válaszolok is, akkor azt fogom mondani, hogy nem, mert ez nem lenne fel a többiekkel szemben sem, meg úgy alapból is. Szóval, ja, itt van valami piros cucc. Ide nekem. Aha, jó, nagyszerű, ide nekem le kell ugornom. Hát jó, Geronimo! Ah! Jó, oké. Túléltem, király, itt van kis, nagyszerű. Üdvözöllek, ez itt a Fighter játék, ahol az erősebb győz. Ó, jaj! Ne! Ne! Ne már! Ne! Új, itt vannak cuccok, várjatok! Jó, ezt veszük, ezt fog kelleni. Jó, oké, gyors, megöljük őket, gyerünk! Ó, Istenem, jó, oké, ezek meg lesznek, a zombik azért annyira nagyon nem erősek, hogy meghalljak ellenük, szerintem. Jó, meg főleg úgy, hogy még kicsit segít nekünk ráadásul. Jó, oké, ezek már megvannak. Ezek már ízik voltak. Jó, király, kis összedolgozva. Meg tudtuk nyerni ezt az első cuccot, ez valami fighter játék, ami amúgy azt jelenti, hogy ilyen küzdő játék, vagy ilyen PvP-ző, gyilkos, nem tudom, ilyen küzdő, jaj, ilyen küzdelemjáték. Na, menjünk be a következőbe. Ó, de jó, csontvázak. Hát, csodálatos. Jó, mindegy, ezeket is szerintem azért csak meg tudom ölni. Nem tűnnek annyira durván erősnek, szerintem. Legalábbis úgy gondolom, amúgy még nem tudom, hogy került oda a vér a bánya elé, ahonnan én elindultam, mert ott nem volt ott még mindig, és kicsit furcsa volt, amikor így feljöttem, így oda került, de hát mindegy, oké. Na, itt kaptam valamit, méghozzá, rengeteg nyilat, oké. Ebből kiveszek úgy valamennyit, ott meg gondolom, hogy ott így lesz, hogyha itt volt nyíl,
Nem, ott is nyíl van. Jó, akkor ilyet egyáltalán nem kaptunk, csak nyilakat. Hát, ja, itt van nyíl, itt lebírom, vagy a i. Ja, ezt lebírom. Oké, eltűnt. Jó, oké, van egy íjam, király. A következőbe pedig, ó, de jó, pókok. Jó, mindegy, Jézus Isten, mennyi pók. Jézus Isten, mennyi pók. Csak annak örülnék, hogyha kis nem ölnék meg, mert eléggé gáz lesz, hogyha meg fogják ölni a kutyámat. Azt azért nem akarom. Jó van, jó van, jó van. Oké, beszek egy ópiamat, mert ez egy kicsit már túlzás. Jó, 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 oké, reméljük, hogy megeszünk vele, nem lesz annyira túlságosan nehéz, csak attól félek még amúgy, hogy kist is megütöm, meg itt vannak valamik, ó, gyémánt kard, na, gyémánt kardot akkor kiveszem mindenféleképpen. Jó, 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 ezek a kis majmok, jaj, nehogy kist üssem meg véletlen. Jó, meg ott van fenn egy pók, azt igazából szerintem békén hagyom őket, mert azok úgyse támadnak meg. Jó van, király, na, itt van egy csomó ópiálma. Ezek királyok, ezek jól jönnek, ezeket szerintem elvisszük. Ezért mégis ezek jól fognak szerintem még jönni. Ja, igazából akkor ennyi, menjünk szerintem instant tovább, és... Wow, ez mi? Level 3, level, nem, level boss. Hello level boss, én szerintem kist ide bezárom, hogy ne tudjon nekünk ott ártani, meg bejönni és izélni. Hello level boss, cső! Te lennél a fő ellenség, vagy mi vagy te? Megnézzük, hogy itt amúgy mi van. Ó, itt van erőpoti. Király, legalább egy kis segítség. Hello, cső. Hát üdv, Dani. Szia, te vagy a fő ellenség? Végre találkozunk. Ja, hello, halluja. Most mi lesz? Vagy nem tudom. Igazából fogalmam sincsen, neked egy gyémánt szetted van. Igen, ha tudnád, mióta vártam erre a pillanatra. El tudom képzelni, biztos nagyon sok ideje. Végre megölhetlek. Hát nem rossz volt nekem vasszett, mindegy, reméljük, hogy így is meg tudom ölni. hát, mi az? És átvehetem a csatornát felett az uralmat? Hát azt nagyon elhitted, na jó van. Hát gyere akkor, ha annyira nagy a képed, vagy nem tudom. Gyere, akkor PvP-zzünk, na. Jözzön a jobbik, hajrá. Jó van, figyelj. Nem, már bevettem az erőpotit, hagyjál már. Te, izé, most itt szivatsz engem, bevettem az erőpotit, menjen már a PvP. Ha megölsz, na igen, akkor mi lesz? Ide nyugodtan addig amúgy ütlek. Vagy nem tudom. Na, mondjad! Mondjad, level boss! Mondjad, ha megöllek, igen. Addig veszem a gyorsághoz is. Akkor tied lehet az ottani nyeremény? Az ottani nyeremény? Ó! Kiveszem. Kivettem! Na gyere! Na gyere! Na mi van? Neked úgyis izé... Jaj, úristen! Jaj. Neked úgyis izé gyémánt szetted van nekem meg vas, szóval így is előnyöd van. Gyerünk, srácok! Meg kell tudnunk ölni valahogy. Iszonyat durva ez a kard, amit ott kapunk, hogyha... Aaaaaah! Gyerünk! Jó. Gyenge vagy, ha. Hát nem, te vagy a gyenge. Te vagy a gyenge. Úgy úristen, eltaláltam 4-ből 3-szor az íjammal. Na gyerünk! Na gyerünk, 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 PvP-zzük le! PvP-zzük szét a srácot, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Annyira úgy nem tűnik erősnek, csak még mindig az a problémám, hogy nekem vasszettem van. Szóval, ja. Gyerünk, gyerünk, jaj, kihagytam, meg kellett volna ott tudni ölni. Mindjárt megölöm amúgy, mindjárt megölöm, nagyon durván tudom ütni. Jaj, gyerünk. Jó, beveszek OP-t a biztonság kedvéért. Jó, oké, íjazom egy kicsikét, jó, közel megyek, megöltem, jó. Easy, jó, nyertünk, a diaszettjét felveszem viszont, mert az királyomnak tűnik. Meg kaptam egy kart, ami mihez jó. Igazából fogalmam sincs, hogy mi az jó, de rettentő sok gyémántot kaptunk meg aranyat. Szóval király, egész jó úgy ahhoz képest, én sokkal rosszabbra számítottam. Egész könnyedén megöltük ahhoz képest, én inkább azt mondom, hogy nagyobb küzdelemre számítottam. Viszont a kar, az mire lesz jó? Tehát, hogy ezt nem nagyon izéltem. Néztem meg, hogy egy kar mondjuk így mire lesz így nekem hasznomra itt. De mindegy, ki tudok valahogy én itt jutni? Van nálam csákány, szóval valahogy biztosan. Gyerek is, megöltem amúgy, köszi, hogy segítettél. Jó, mondjuk nem direkt nem akartam, hogy segítsen, még a végén megöl. Na, gyerek is, gyere. Visszafele tudunk innen kijutni, vagy merről? Igazából az a gond, hogy ott szerintem gáz, hogyha én ott kimegyek. Jó, én itt szerintem felépítem magamat. Mondjuk inkább aranyjal, mint gyémánta. Jó, srácok, én gyors képtem magamat, aztán szerintem el is köszönünk kissel. Csak akkor már legalább azért jussunk ki. Ne itt halljunk meg örökké, szerintem így ebbe a kis izébe. Vagy ne itt legyünk így egész életünkre. Ó, itt ki is lehet menni, királyság. Wuf, éhes vagyok. Jó, mindjárt adok kaját, nyugi van. Na, srácok,
szerintem. Így is van, ki is jutottunk, királyság egészen király volt, és ahhoz képest egészen könnyű, de legalábbis kicsit nehezebbre számítottam. Na de mindegy, srácok, adok ki akkor kicsnek kaját, tessék, meg kapsz ilyet is, na! Srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjuk egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, csekkoljátok le a többi videómat, és ez a videó után kezdjük a következő videó Dani kalandokon, szóval ne hagyjátok ki, csekkoljátok le, ott találkozunk, és ja. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és bocsi, hogy kicsit összedetlen voltam, de mondom, 4 nap után ez az első videóm, és ilyenkor még mindig ilyen vagyok, bele kell rázódnom meg ilyenek. Na, de, sziasztok!